Sziasztok! Ez itt a Gaming Journal. Mai videóban összeszedtük nektek a szerintünk 6 legnehezebb GTA Vice City-s küldetést, és elmondjuk, hogy hogyan lehet őket könnyedén megcsinálni. Annyit azért szeretnénk megjegyezni, hogy ezekben a videókban a tippeken lenne a hangsúly. Azok a küldetések, amelyek nehezek, de tippet nem lehet hozzájuk adni, hát azok nem kerültek fel a listára. Tehát nem lesz fent a listán a Demolition Man. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Yeah. Első, Death Row, azaz rabmentés. Igen, a magyarítás ebben a játékban is hibátlan. Ebben a küldetésben szépen illedelmesen megtudakozzuk Kent Paul barátunktól, hogy Diaz emberei fogva tartják Lance-et a város szélén egy roncstelepen. Tominak több sem kellett, felkerekedett és elindult hetet hét országon, hogy megmentse hű barátját. Ez a küldetés azért lehet emberpróbáló, mert hát természetesen milyen küldetés is lenne ez, ha nem időre menne. Plusz, ha a bejáraton keresztül próbálunk meg berontani, ahogy a játék is szeretné, könnyedén sponyóvot tudnak belőlünk csinálni, érted, mert hogy ezért érdemesebb full HP-val és armorral kezdeni a küldetést, majd eljönni ide a felhőkarcolóhoz, ahol található ez a helikopter, ez a későbbiekben is nagyon hasznos lesz majd, és a helikopterrel megyünk kiszabadítani hű barátunkat. A roncstelep melletti platra leszállunk, ahol a roncsok között bemegyünk a telepre, és ezzel a lövöldözés felét lényegében kihagyhatjuk, majd később megmentjük Lance-et. Átszerencsétlenkedjük az ajt a roncsok között, majd a helikopterrel elvisszük a kórház. Így kihagyhatjuk a dodge-emezést Diazékkal. Második, The Driver, azaz csúcssofőr. A küldetés elején hőseink bankrablást terveznek, viszont a melóhoz szükségük lesz egy jó sofőrre. A választás az enyhén labilis mazohista Hillary-re esik, viszont emberünk csak akkor segít a rablásban, ha leverjük egy utcai versenyben. Hiszen az anyjának megígérte, hogy csak annak segít, aki jobb nála. Inkább ne kérdezz. Hillary természetesen megkapja a játék egyik leggyorsabb kocsiját, a Sabre Turbot, mi meg a kis Sentinelünkkel mehetünk utána. Nagyon fair, főleg hogy az egész Vice City-s rendőrség az ő oldalán áll, tehát ott jönnek belénk, ahol csak tudnak. Egyetlen esélyünk, ha a verseny elején még kilökjük Hillary-t a rákba. A rendőrökről érdemes tudni, hogy sok esetben scriptelve vannak, magyarul előre meghatározott útvonaluk van. Ha ezeket megjegyezzük, nem jelentenek problémát. Ezután már csak be kell érni a célvonalba. Harmadik, G-Spotlight, azaz pornóreklám. Ebben a küldetésben Tommy ráeszmél arra, hogy a filmstúdiója nincs a felkapottak között, ezért valahogy reklámozni kéne. Azt találják ki, hogy egy épületre vetítik rá a reklámot, csak hogy a kivetítőhöz nem lehet csak úgy simán eljutni. Motorral kell tetőről tetőre ugrálni, hogy elérjék a kivetítőt. Azonban ez egy olyan egyszerű dolog, hiszen ha leesünk, akkor mehetünk vissza az elejére. Igaz, van egy checkpoint, de az se könnyíti meg annyival a dolgunkat. Mivel ez a küldetés is időre megy, ezért ha túl sokszor esünk le, a teljes küldetést is újra kell kezdeni. Ezért miután felmentünk az irodaházba, érdemesebb a második ugratás után leugratni a tetőről, majd elmenni a már jól bevált helikopterig, és azzal tovább menni. Így rengeteg időt és szenvedést spórolhatunk meg magunknak. Negyedik, Keep Your Friends Close, azaz a végső leszámolás. A játék utolsó küldetése. Itt látogat meg bennünket 15 év után Sony, hogy rendezzük neki a tartozásunkat a bebukott drogbiznisz után, de Tominak más tervei vannak. Hamis pénzzel akarja törleszteni a tartozását, de Sony végül rájön a dologra a záruló Lance-nek köszönhetően. Ezután kezdetét is veszi a tűzharc. A küldetés főként azért nehéz, hiszen Sony emberei irreálisan sokan vannak, és irreálisan sokat is sebeznek, de csak ha nem ismerik a kiskapukat. A cutscene után kijövünk az irodából, és fontos, hogy ne mozgassuk az egeret. Valami oknál fogva ilyenkor nem adja be az ellenfeleket. Majd egy percnél beadja Lance-et, akit megpróbálunk minél gyorsabban megölni. Nem szabad hagyni, hogy kiérjen a tetőre, hiszen akkor már nem csak őt, hanem a kis barátait is meg kell ölni. Lance megtanulta a Roxfordban a teleportálás képességét, amit előszeretettel is használ ellenünk. Ezért ha lőjük, nem sokat használ. Utána kell sprinteli, majd ha utolértük, láncfűrészre lőjük meg. Ha lement a HP-nk, a lépcső alján vegyük fel a páncélt és a fegyvereket. Visszaérve a második percnél beadja Sonyt is, akit már nem túl nehéz megölni. Nem úgy, mint a San Andreasba Smoke-ot. Ötödik, Copland, azaz Jarusan. Ebben a küldetésben Lance Vance Dance barátunkkal kell felrobbantani egy kávézót a plázában, viszont a területet rendőrök védik, ezért Tommy kitalálta, hogy rendőrnek álcázzák magukat, így feltűnés nélkül bejuthatnak a területre. Bomba robbanása után ötös körözés kíséretében kell visszajutni a Versetti birtokra, és ez hát... nem egyszerű. Ezért nem árt, ha van rajtunk armor és full HP-n vagyunk. Két megoldás is van a küldetés egyszerű elvégzésére. Az egyik a már jól megszokott helikopter. Szintén oda megyünk a felhőkarcolóhoz, beszerencsétlenkedjük az ajt az ajtón, majd felszállunk a helikopterrel. Másik megoldáshoz nem árt tudni a körözési csillagok helyét. Ha ezt az útvonalat követjük, akkor fel tudunk szedni 4 darab körözés csökkentő csillagot. És így már csak egy csillaggal kell visszajutni a birtokra.
Még annyit a küldetéshez, hogyha használunk magyarítást, akkor azt itt érdemes kikapcsolni, hiszen a küldetés végén magyarítással nagy eséllyel kifagy a játék, és ez a küldetés végén hát nem olyan kellemes dolog. 6. Naval Engagement, azaz hajós droglopás. Jó van. Ebben a küldetésben egy drogbizniszt akadályozunk meg Umberto Robina jóvoltából. A helyszínre érve, miután szétlöttünk mindenkit, felrobbantják járművünket, ezzel együtt hű segítőnket is, Rikót is. És négyes körözés kíséretében Tommy mehet is vissza Umbertohoz a kávézóba, vagyis csak mehetne, ha Schwarziék nem lőnék szarrá hősünket. Ezért a küldetés elején érdemes felvenni a Versetti birtokon a fegyvereket és a páncélt is. Így most már bőven lesz mivel lövöldözni. Miután szétlőttük a hajókat, guggoljunk le a kerítés tövébe, hogy legyen fedezékünk. Ha nagy nehezen szétlőttünk mindenkit és megkaptuk a négyes körözést, ne egyből menjünk Umbertohoz, hanem először a Versetti birtokra. Majd menjünk fel a lépcsőn a helikopterhez, és azzal menjünk tovább Umbertohoz. A emelt kávénkért. Ha már az elején nem hiattuk meg, és ennyi minden át kellett menni, mivel a Vice City tele van nehezebbnél nehezebb küldetésekkel, lenne elég anyag egy második részhez is. Ha lesz rá igény, elkészítjük azt is. Ha szeretnétek, írjátok meg. Az előző videó alatti felhívás még mindig el. Jöhetnek a videó ötletek kommentbe, hogy ti milyen játékokról látnátok szívesen videót. Itt a videó végén szeretnénk megköszönni a figyelmet. Ha esetleg szeretnél még hasonló tartalmakat látni, akkor csapass egy lájkot, és ha gondolod, iratkozz fel. Ha netalán szeretnél látni tőlünk egyéb tartalmakat, akkor a leírásban lévő csatornáinkat, ha van kedved, lecsekkolhatod. Találkozunk legközelebb. Szevasztok!